Köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Egy olimpiai bajnoknő, egy színművésznő, egy kommunikációs igazgató, tévés személyiség. Mi a közös bennük? Székesfehérvár. A mai műsorban országosan ismert vendégeket hívtam, akik valamilyen módon kötődnek Székesfehérvárhoz. Köszöntelek titeket a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást is. Hát kicsit nehezen jött össze ez a mai beszélgetés, mert hát mindannyian elfoglaltak vagytok. Elsősorban köszöntöm a stúdióban Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnoknőnket. Köszöntök mindenkit. Azurák Csabát. Sziasztok, hello. Te sem először jársz. Köszönöm a meghívást. Nem, igen, rutinosan jöttem meg. És Oszter Alexander színművésznőnket is köszöntjük. Sziasztok! Hát beszéljünk egy picit arról, hogy ugye Székesfehérvár a közös kapcsolódási pont. Valamelyikőtök mondhatom úgy, hogy a fele életét élte így nagyjából le itt a városban, de nagyon sok szállal kötődsz ide. Valamelyikőtök az egész életét, és van, aki pedig néhány évet, igaz? Néhány éve lett fehérvári, de mégis fehérvárinak mondhatod most már magad. Arról beszéljünk itt a műsor elején egy picit, hogy nektek mit jelent Székesfehérvár. Kezdjük onnan. Hát én vagyok a háromból az, aki egész életét itt éli lényegében, úgyhogy most már több mint 40 éve a város lakosa vagyok, kisfiammal együtt, úgyhogy nagyon szeretünk, azt kell mondjam, szeretem a várost, mert megvan a nyüzsgés, itt beszélgettünk előtte a nyüzsgésről, és az a kis nyüzsgés, ami nekem kell, az pont megvan, se több, se kevesebb. Én nem vagyok az az ember, aki ezt a hatalmas embertömeget szeretni, főleg mondjuk ebben az időszakban, de mivel be kell osztani az időmet, ezért jó is, hogyha nem az ember a dugóban áll, illetve egyik helyről el tudunk menni. Az ötusában is ez volt a legfontosabb, hogy azért elég hamar kellett egyik helyről a másikra átrendeződni. Úgyhogy nekem Fehérvár teljes mértékben megfelelnek az életnek. Megyünk így sorrendben? Mehetünk így sorrendben. Szívesen átadom Alexandrának a nagyon szót. Nagyon kedves, de szerintem mondd el. Jó. Még nem fogalmaznék múlt időben, hogy a fél életét itt élte, mert akkor azt jelenti, hogy akkor hogy most már... Hogy már túl vagy a felé. Igen, szerintem, hogy... Nem. Lehet, hogy remélem, hogy csak mondjuk az egy negyede, vagy egy harmadik. Hát 20-21-22 éves koromig én Székesfehérváron laktam, de a székesfehérváriság az nem szűnik meg azzal szerintem, hogy elköltözik máshol az ember. Én ugye Budapesten élek most már 21-22 éve szintén, és a kislányaink oda születtek, a feleségemmel ott... Alapítottunk családot, ott van az otthonunk, ő szerencsilány egyébként, tehát középen találkoztunk nagyjából. Szóval, hogy a fehérváriság az nem szűnik meg, én a mai napig fehérvári srácnak tartom magam, aki Budapesten, én szeretem Budapestnek azt a részét, ahol jelenleg lakunk, ez Zugló, kicsit a zöldövezet azért megvan, vagy az a kis hangulat, ami kell, de megszerettem Budapestet is, tehát csomó mindennel vagyok így, hogy azért, mert az ember valami más csinál, máshova költözik, nem tudom, más fele kanyarodik az útja, az nem negligálja, szünteti meg az előző évtizedeket, úgyhogy én a mai napig nagyon sokszor járok vissza, szüleim itt laknak, bátyám a Gárdonfehérvártól nem messze, ott van a családi nyaraló, tehát rengeteg minden köt ide, és én három hetente azért itt a városban előfordulok. És ezért vagyok ma is itt egyébként, nem csak itt a te műsorodban, Szilvi, vendégként, hanem lesz egy rendezvény, ahova megyek. Nagyon szoros, meg intenzív szerencsére a kapcsolat a várossal, és ezt úgy szeretném is megtartani. Na, erről a későbbi programodról még beszélünk egy picit. Alexandra, te pedig néhány éve élsz ebben a városban. Mekkora váltás volt ez számodra egy Budapesthez képest? Nekem nagyon nagy váltás volt, mert valahogy én is úgy vagyok, ahogy a Csaba, hogy ezzel nem szűnik meg, ahol az ember született és élt fiatal korában, az valahogy úgy van, hogy annak érzi magát. Én így vagyok Budapesttel. Tehát nekem az mindig az otthonom marad. Ugyanakkor az a fajta tevékenység, amit egyre inkább folytatok, ami alkotó tevékenység, tehát inkább úgy visszavonulva élek, vagy hát így esik jól, hogy ugye készítem a mesekönyveket, az illusztrációkat, és itt vagyok az erdő mellett, ez így pótolhatatlan élmény, szóval, hogy mellettem van a patak, kimegyek, és ott az erdő, de hogy ez hogy jött, mert ezt ugye az ember végül is a Budai hegyekben is, vagy akár Zuglóban, mert oda jártam iskolába, azt is imádom,
Tehát ott is van, a Teleki Balanka gimnáziumban, kérlek szépen. Az Ajtosi Dűres van. Igen, ez megvan. És így az összes barátom és barátnőm, aki kedves, az mind zúlói, úgyhogy... Na, úgyhogy... És akkor lett a párom, akivel mindig kutyát sétáltattunk itt ezen a részen, és pont volt egy építkezés, ahol most éppen lakom, és azt gondoltam, hogy hú, itt azért el tudom képzelni, hogy itt lakom. És akkor adtam magamnak 2 hetet, hogyha el tudod ma adni a lakásomat ott Budapesten, akkor költözöm, mert hogy már eladtak minden lakást, ha nem, akkor nem. És kiraktam, hogy 2 hétig eladó a lakásom. Persze mindenki jelentkezett, hogy miért csak 2 hétig. Mondom, hát azért, mert nincs időm. Tehát, hogyha sikerül, akkor jó megyek, ha nem, akkor nem. És akkor így sikerült. Akkor ez jó gyorsan. És így ide költöztem. És azóta hogy látod az életedet itt? Nagyon a Nyüzsiből lehiggadtál, lecsillapodtál? Nézd, ott Budán, ahol én születtem, igen, jó helyre, és ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert csak később realizáltam, hogy ez nem jár csak úgy alanyi jogon, hogy az ember úgy vissza akar menni, és akkor azt mondja, hogy aha, jó, hát az nem olyan egyszerű. Tehát ahhoz képest, hogy ott nőttem föl, és ott ugyanilyen nyugalom volt, most már nem. Szerintem például gyerek szempontjából sokkal jobb. Tehát az, hogy ki tudom engedni a gyermekemet, mondjuk biztos Zuglóban is így van, de itt hatványozottan. Tehát, hogy kiengedem, el tudom engedni biciklizni, patakot ugrálni, el tudom menni az iskolába, el tudom engedni nyugodtan, elmegy itt, mit tudom én, rollerezni. Imád kint lenni a természetben. Sokkal nyugodtabb vagyok mondjuk, mint mondjuk az Alkotás út környékén. Tehát, hogy... Onnan? Budapesten. Származol? Ezt így félve kérdezem meg, majd elmondom. Alkotás út mellett? Tehát azon kívül, tehát az hogy egy alkotás... napon születtünk, azon kívül igen, más kötődések is van. Igen, az én nagypapám az Alkotás utcában élt nagyon sokáig, és én igen. Amikor megszedtem, én is ott laktam az Alkotás utcában. Nekem a kis lakásom pontot. Volt ott, amit a szülői ház után oda költöztem. Tehát ott, ahol a testnevelési most már egyetem van, ott, ott laktam. Igen, pontosan. Na, hát akkor jó. Itt a műsor előtt ezt el kell mondjuk akkor a nézőknek, hogy megbeszéltük, hogy egy napon van a születésnapunk, csak van köztünk 1 év, és akkor itt a másik közös kapcsolódás. Jó, és így egyébként ti egymást így ismeritek? Így azon kívül, hogy így a médiából hát innen-onnan? A hölgyeket természetesen, nekem ugye a munkám nagy része azért, az újságírói munka arról is szól, hogy követi az ember a közéletet, tehát akkor is, hogy most találkoztunk talán először a Zsuzsával is, meg az Alexandrával is, bár nem vagyok benne biztos, lehet, hogy rendezvényeken összefutottunk, csak annyi ember megy keresztül, szerintem mindannyiunkon, hogy képtelenség fejben tartani. Én nagyjából tudom a pályafutásukat, hogy mivel foglalkoznak, Zsuzsának az olimpiai bajnokságát természetesen. Ez a 2004 Zsuzsa Alkén, ugye? És ott az a közös kapcsolódási pontunk egyébként, hogy én is részt vettem az olimpián egyébként, hát a magam módján természetesen, mert futottam az olimpiai lánggal, képzeljétek el, pont az Athén olimpia előtt. Micsoda szerencsés. Hát nagy mázli volt, igen, akkor én 16 évvel ezelőtt már dolgoztam a tévében, már műsort vezettem, de hát ott előttem azért voltak jóval nagyobb nevek és rutinosabb versenyzők, hogy így fogalmazok. De valahogy úgy jött ki, hogy a Bárdos Andrisnak akkor született meg a gyereke, ő nem tudott kimenni, a Svábi Andrisnak valami volt a lábával, nem tudott futni, éppen akkor valamilyen kezelés alatt állt, és ugye az egyik cég kivitt Magyarországról 10 embert, de... üzletembereket, volt politikus, a Kokót volt, a Miklós Erika ott volt, és akkor az RTL Klub és a TV2 kapott egy-egy helyet, hogy delegálhatnak egy embert. Na és előlem mindenki kiesett. És akkor fölhívtak akkor a marketing. Azt figyelj, Csabi, az a helyzet, hogy kimennél lefutni Görögországba egy kicsit az olimpiai lánggal, mert ez is ez a helyzet. De és ugye én, aki végig sportoltam a gyerekkoromat, ezt Zsuzsival már megbeszéltük, ötusáztam is az Albabolánban, hát természetesen hát fölcsillant a szemem, és így az ölembe hullott tulajdonképpen ez a lehetőség, úgyhogy megágyaztam a Zsuzsi olimpiai érmének. Igaz, hogy nem Athénba futottunk, hanem Krétán kivittek minket valami kies, kopár domboldalba, ott nem is voltak emberek, de jöttek mögöttünk a motorosok, jöttek mögöttünk a kísérők, és a fáklyát is megkaptam, tehát azt is el tudtam hozni, úgyhogy van élményem róla. Na ez egy, bocsánat, ez egy ilyen hosszú kitérő volt, de hogy én nagyjából képben vagyok, igen, a hölgyekkel.
Beszéljünk egy nagyon picit arról, bár nem sokaknak kell titeket bemutatni, de mégis, hogy abba, amit most ma csináltok, amit a hivatásotokként tűztök, abba hogyan csöppentetek bele. Mind a hárman voltatok már azért a Fejérvár TV-ben, Vörösmarty Rádióban, itt a médiában nálunk szerepeltetek. Nem is olyan régen jártál nálunk, ahol mondjuk egy portré műsor keretén belül kicsit kibeszéltük, de azért beszéljünk egy picit a kezdetekről, hogy hogyan csöppentetek bele egy székesfehérvári srác például. Hogyan találja ki azt, amit ma csinál? Majdnem azt mondanám, hogy véletlenül, mert aki azt mondja nekem, hogy mondjuk 18 évesen nagyjából az ember tudja, hogy mi szeretne lenni, az vagy Borász dinasztiába született, és tudja, vagy az apukája orvos, és rákényszerítette, vagy esetleg nem tudom, színész, és bár kisgyerekkor volt a terete, de úgy átlagban azt gondolom, hogy 10-ből 8-9 gyerek még olyan érettségi környékén sem tudja. Lehet, hogy eltalálja az irányt, hogy humán, vagy reál. Az én esetemben úgy volt, hogy én műszaki szakközépiskolába jártam, és azt tudtam, hogy mit nem akarok tanulni. Tehát, hogy nekem az a 4 év, imádtam, szerettem a tanáraimat, a diáktársaimat, de én a forrasztó páká és az esztergagép mellől azért ott el akartam szakadni, mert valahogy azt éreztem, hogy nem az én világom. Tehát igazából csak úgy sodródtam, és Fehérváron, hogy akkor indult az újságíróképzés, drága Györfi Miklós tanár úr tanszékvezetésével, és én amikor elolva beléptem oda, és megnéztem, hogy milyen tantárgyak vannak, retorika, politika, történet, szociológia, nyelvek, akkor valahogy éreztem, hogy ez a világom, és utána meg a helyi tévés szakkör, ott egy kicsit ott elkezdett az ember mozogni, és akkor úgy megfertőzöttem ezzel, és így jött. Aztán ugye Budapestre hogy kerültem, ugye gyakornokként tudtam bekerülni a Magyar Rádióba, baromira nem akartam a Magyar Rádióba menni, mert kihallgat Kossuth Rádiót 18 meg 20 évesen senki, csak az öregek hallgatják a Kossuth Rádiót, gondoltam akkor. De mégis életemnek az a legnagyobb szerencséje, hogy 4 évig egy olyan műhelyben tudtam dolgozni, ahol igazából a szakma alapjait megtanították. Tehát ott a kereskedelmi televíziózás az már csak az a haba tortán, és természetesen izgalmas, színes világ, de nem ott tanulja meg az ember, vagy akkoriban nem ott tanulta meg a szakmát, az interjúkészítést, a riportkészítést, a hír, a tudósítás közötti különbségeket, hanem a Magyar Rádió volt az iskola. Úgyhogy esetemben ez ilyen szempontból véletlen sodródás volt. Az informatikus és műszaki szakma nem vesztett nagyot, hogy a másik oldal mit nyert, azt nem tudom, de én biztos, hogy jobban érzem magam a bőrömben, amióta ezzel foglalkozom. És egyébként így a rádiózásból átcsöppenve a kereskedelmi televíziózásba, azért az egy nagyon nagy különbség őrület, a kettő között. Őrület, igen, az egész, és egyetlen egy mondattal meg tudom fogalmazni, hogy amikor megyek ma is médiaiskolákba, egyetemekre, és fiatalokkal beszélgetek így a médiáról, ott azt mondom, és lehet, hogy az élet sok területén megvan, hogy azt nagyon nehéz volt valahogy elfogadni, átélni, hogy a kereskedelmi televíziózásban általában ma mindenhol már nem értékalapon mérik a sikert. Tehát vagy a rádióban, amikor készítettünk bármilyen műsort, az volt, hogy csinálj jó interjút, legyen informatív, kreatív, izgalmas a beszélgetés, valami működjön. Itt most, Szilvi, neked is valószínűleg azt kérik, már nem tudom, hogy nézitek-e a nézettséget, vagy kaptok-e visszajelzést, de a siker ma, a siker mércéje, az a nem nézettség, a kattintásszám, a nézőszám a színházban, hányan nézik az öttusát, mondjuk a közvetítéseket, a versenyt, maradhat-e az olimpiai közvetítési listán, vagy nem. Szóval rengeteg, miközben a sport az egy ókori Görögországból származik a legtöbb, ami az öttusában ott van. Tehát a helye az ott van, természetesen hagyományai vannak, de mégis átment minden abban, hogy az egyedüli értékmérő az gyakorlatilag az, hogy mennyire nézik, kattintják, hallgatják, olvassák azt a produktumot, amit az ember csinál. Ez volt a legnehezebb, amit el kellett fogadni. És aztán jött egy jó néhány év a kereskedelmi televíziózásban. Ja, igen, csak nem akarom kiveszélni, igen, nem akkor, műsor időfele. Hogy adjam át a szót, mert már magamat is erre. De igen, volt nagyon sok, de
Ezzel párhuzamosan Zsuzsi éppen akkor az Alba Volánban kezdett el egyébként. Akkor térjünk vissza, hát Zsuzsira is visszatérünk. Tudjátok, mi a furcsa, amit beszélgettem meg, én ezt a Zsuzsáról tudtam, hogy ő viszonylag későn kezdett előtusázni, mert ugye ma az élsportolók elkezdik azt a sportágat 6-7-8-9 évesen. Zsuzsi 13 évesen kezdett előtusázni, és akkor át is adom neki a szót, hogy legyen az ő története. Hát igen, hogy visszacsatolok arra, hogy mi is mit beszélgettünk az elején. Megbeszéltük, hogy én pont fordítva kezdtem a sportpályafutásomat. Én az általános iskolának a mini kosár csapatába kezdtem. Tanultam már úszni én is a szokásos, most sajnos nem működő általános iskolás úszásoktatással. Csak hát ugye az akkor született húgomnak elég sok betegséget hazavittem, úgyhogy mondták az orvosok, hogy jobb lenne, hogyha erről leállnék. Hát örökmozgó gyerek lévén, akkor találni kellett valamit ott az iskolába, úgyhogy kosaraztam, és hát a véletlenek nálam is elég sok mindent összehoztak, mert az ötusával én úgy ismerkedtem meg, hogy a vívóedző lett, a későbbi vívóedzőm lett a szembeszomszédom, és lényegében így ismerkedtem meg az egész edzői stábbal. Úgyhogy újra 13 évesen elkezdtem úszni, és akkor már célirányosan az ötusa szakosztály úszótanfolyamaira jártam, ott egy évet, év alatt megtanultam normálisan, amit lehetett elsajátítottam, és hát utána kezdtem el gyorsítva, hiszen ahogy itt említetted is, az elején előbb elkezdenek úszni, úgyhogy a gyerekek most már rengeteget változott a szabály, akik figyelemmel követi az ötusát, az szinte kapkodja a fejét, és még fog is változni most rengeteget. De hát az megmarad, hogy az a 8-9 éves kor körül elkezdenek úszni, tanulni, úgyhogy amire oda kell, hogy kerüljenek, hogy versenysport, addigra magabiztosan kell a vízben közlekedni. Úszás, futás, aztán jön a lövészet, lovaglás, vívás, tehát ez nekem gyorsítva a többieknek egy ilyen 4-5 év alatt, nekem ez körülbelül 2,5 év alatt így beledzsuppolva az életembe. Úgyhogy én is 18 évesen már tudtam, hogy mivel fogok foglalkozni, mert addigra már jöttek az eredmények, úgyhogy én szerettem volna mindenképpen a sportágban maradni. Én banki szférában pénzügyi előadóként végeztem a középiskolában, úgyhogy tudtam, hogy mit nem szeretnék. Na. Úgyhogy ez nekem is megmaradt. És hát későbbiekben lényegében a sportág mellett maradva testnevelő tanárként, illetve őt is a szakedzőként végeztem és diplomáztam le a testnevelési egyetemen. Úgyhogy jelen pillanatban az Alba Volán SC-nek az ötös a szakosztályának vagyok a szakosztályigazgatója, és hát remélem, hogy sok gyerek fog kinevelődni a sportpályafutásom, edzői tevékenységem, illetve szakosztályigazgatósági tevékenységem alatt. És hát ugye Fehérvár olimpiai bajnoknője vagy, azt ne felejtsük el, hát jelen pillanatban sajnos csak az egyetlen. Úgyhogy remélem, hogy jövőre már nem csak az egyetlen leszek, akár női, akár férfi vonatkozásban, hiszen két kvótával rendelkezik két kvótás versenyzővel rendelkezik a szakosztályunk, úgyhogy félve hallgattuk a tavaly is a híreket, hogy lesz vagy nem lesz. Jelen pillanatban azt a nem tudom, megnyugtató, vagy mennyire nem megnyugtató információkat kaptuk kintről, hogy mindenképpen lesz olimpia. Azt majd meglátják, hogy mennyire zárt kapus, vagy nem zárt kapus lesz a történet, de bizakodva állunk a dolgok előtt, úgyhogy reméljük. Én azt gondolom, hogy ha már itt a médiáról van szó, akkor azért elég sok minden eladható és figyelemmel követhető. Mindenképpen szükség van szerintem egyfajta ilyesfajta sporteseményekre, szórakozásra is, még hogyha a médián keresztül. Mert hogyha főleg be is vagyunk zárva, hiszen mi is be voltunk zárva, nekem egy 5,5 éves kisfiam, és ez a bezártság, amit ugye az óvodák, iskolák, amit jelentettek közel 2 hónapig, hát pont ez a május 4-i felszabadulás, én jól megünnepeltem a születésnapomat, pont május 4, úgyhogy így gyerekeket így öröm volt látni ott nálunk innen a sportközpontban, hogy kint a zöldbe tudnak játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem lesz több ilyen, mert jó lenne, hogyha ennek az időszaknak most egy kicsit úgy vége, bár most megyünk bele jobban, de lassan vége legyen. Erről a részéről még fogunk egy kicsit beszélgetni a jelennek. Alexandra nálatok, hát színész édesapával és egy nagyon csinos olasz zongorista anyukával rendelkezel. Egy ilyen családban felnőni azért nem lehet egyszerű.
Nem lehetett egyszerű ez a művész vonal. Nem tudom, hogy lett-e nálatok terelve aztán. Valóban nem volt egyszerű, de inkább úgy mondanám, hogy nagyon eseménydús és érzelemgazdag családi életet éltünk. Hát itt nem csak az édesanyám és az édesapám van itt a fókuszban, hanem ugye a nagymamám ő balerina volt, és nagypapám az pedig karmester, és csak aztán a nagymama abba hagyta a táncolást, mert a nagypapám ezt nem szerette volna. És a másik nagymamám, aki az Osztarágon nagymamám, ő pedig gyönyörű gobleneket készít, meg perzsa szőnyegeket sző, de mivel ő neki 3 gyermeke született, és hát közbe szólt ugye az államosítás, meg az a korszak, amikor ő képtelenség lett volna akkor ő magát képezni, tehát nem tudott elmenni egy képzőművészeti egyetemre, vagy valahova, ezért ugye magában csinálta, de hát a vonal ott van. Na most a gyerekkorom az ezek között a hatások között telt, illetve a Fájlóni nagymamámmal nagyon sokat jártam operába, és hát szinte minden harmadik este ott voltunk, mert ő meg impresszárióként dolgozott idősebb korában, és hozta be a külföldi művészeket, és akkor hát ugye akarta látni, hogy hogyan teljesítenek. És tehát ebből a szempontból fantasztikus volt, hogy ugye ezek a művészek jöttek hozzánk ebédre, és ott voltak, és hát egyik fantasztikusabb volt, mint a másik, és nagyon nagy nevek is. Végtelen szerénység és alázat volt bennük, tehát ott már azért úgy kaptam egy képet, hogy ha valaki művész vagy csinál valamit, az, és ezért nagyon furcsa a mai korszak, mert hogy látva az ismertséget vagy a nézettséget, ez nem egyezik azzal sok esetben, hogy az illető csinált valami fantasztikusat, most legyen az akár egy gyönyörű asztal elkészítése, vagy egy, nem tudom, lehet tetőfedő is, és olyan fantasztikusan csinálja meg, vagy legyen egy jó mesterember, hanem egészen más szempontok alapján történik ez a nézettségmérés. És na mindegy, szóval, hogy ebbe a világba születtem, és ahhoz képest, ugye én azt kezdtem el így folytatni, vagy hát ösztönösen, bár nem nagyon tudtam, hogy mi legyen, hogy most akkor táncoljak, vagy énekeljek, vagy rajzoljak, és ezt mind csináltam általános iskola alatt, aztán mondták, hogy választani kell, ami egy komoly trauma volt, hogy hát melyiket adjam le, mindegyiket szeretem. Na jól tudom, akkor édesapád nem szerette volna, hogy színésznő legyen. Igen, mert ő már látta ezt a váltást, ezt a változást, hogy itt nem lesz minden ugyanolyan, sőt, és meg amúgy se rajongott azért az ötletért, hogy engem majd ilyen rendezők fognak rángatni. Ő inkább befelől látott rémképeket, jól látta egyébként, és de ugyanakkor ugye azt, hogy valaki mondjuk szerelmes a díszlet illatába, vagy egész gyerekkorában ott nő fel, ugye hátul, a színfalak mögött, és a csínyát, bínyát látja, hogy készül el egy produkció, és hogy ebbe szerelmes lesz, ezt meg nem lehet megakadályozni. Tehát teljesen mindegy, hogy ő milyen rémképeket festett fel, mégis teljesen mindegy. De először a képzőművészeti egyetemre jelentkeztem, és akkor oda kezdtem el járni, csak egy véletlen folytán, de hát ez a véletlen is ugye von Hausaus házhoz jött, mert neki volt egy születésnapja, az 50. születésnapja, és ott nagyon sok művész volt meghívva, és a Dévai Nagy Kamillával, aki gitározott, előadtunk valamit édesapámnak, mert nem akartam neki tárgyat venni, a 85.000. valamit, hanem készítettem inkább neki, meg előadtam neki. És akkor ezt nagyon sokan látták, és akkor így az egyik rendező azt mondta, hogy na de hát mit csinál a gyerek? Mondta, hogy semmit, nem baj, jó az úgy. Igen, de ez aztán tovább fejlődött, és így egyszer csak kaptunk egy olyan szerepet, hogy közösen legyünk színpadon, ami nyilván marketingügyileg is nagyszerű volt, viszont én meg szárnyaltam. Na, és hát akkor így. Hát édesapádnak kellett egy kis reklám, nem fölhúztad egy picit ott. Na jó, hát na, tehát nem, nyilván egy teljesen más korban volt, és ugye 80 filmben játszott, meg tehát
És hát az a millió, ami a gyerekkoromba körbevett, annak ma már így nyoma sincs, most más van, és én valószínűleg ezért is egyre jobban szeretem azt a tevékenységet, hogy otthon vagyok, alkotok, és gyerekekkel foglalkozom, őket imádom, mert minden gyereket szeretek, mert az a tisztaság, meg az az őszintesség, ami bennük van, az fantasztikus, én ezt élvezem, remélem ők is, együtt rajzolunk meg. Na, szóval, hogy, és ezt a... Az, hogy a nézettséget emeljem azért, mert most kicsit, nem tudom, világosabb a hajam, vagy sötétebb a hajam, vagy pletykáljunk, ezt én már nem annyira, sőt, sose élveztem, de nem. Most jutott eszembe, hogy édesapád ugye az Argó című filmben játszott. Az Argó egyben, vagy a mindegyik, vagy... mind a kettőben játszott. Na, igen, akkor a kettőben nem voltam biztos, csak akkor én szerepeltem vele egy filmben. Tessék. Hát persze. Mit akarsz? Igen. Az Argo 2, az Argo 2 című film, nem volt meg minden része, láttam mind a kettő filmet, akkor én ugye híradót vezettem a TV2-n, és akkor az Argo 2 című filmben voltak olyan, TV2 támogatta a produkciót, és voltak olyan bejátszások, amikor ment a háttérben a TV, vagy a híreket, nem tudom, mit loptak el éppen akkor a Szép Művészeti Múzeumban, Kulka János volt a valamilyen... És te voltál a tévében. És hát többen voltunk, többen olvastunk be, de meg a Várkonyi Andival is én, és akkor mi mentünk a háttérben. Tehát, hogy igen. Tessék, na, látod, hogy... Zsuzsival közösen öttusáztam, az Alba Volánban. Nekem is van egyébként nagyon pici színészi múltam, mert középiskolában, bár ugye a műszaki szakközépiskolában jártunk, de a történelem tanárunk Butola Zoltán színpadra vitt egy francia vásári komédiát, ahol én játszottam a főszerepet. Hát a megyei diáknapokon ugye a bronz kategóriába kerültünk a háromból, az arany, ezüst és a bronz, de életre szóló élmény, azt hiszem háromszor vagy négyszer adtuk elő. Tessék. Tehát két helyen fölléptünk, az iskolába adtuk elő, meg még valahol. Tehát nekem mind a két hölgy szakmájához van valami közöm. Nekem talán annyi, hogy a Zsuzsával, tehát, hogy imádom a lovakat. Ma is lovakkal álmodtam, tehát nekem a lovak az a másik szívügyem. Hát ennyi a közös arra. Meg még kettő van, egy pár darab. Még van kettő, mert ugye hatként. Jaj, hát kettő az. Van még, mert ugye mindegyőtöknek van gyermeke. Egy picit szerintem őróluk is ejtsünk néhány szót. És kutya mindenhol van, ugye? Jól tudom? Igen. Hát nálunk van, nem tudom. Nálunk akkor is. Te is nagy. Most már vissza. Lecsökkent a létszám sajnos. Mert nálad volt azért jó? Volt, igen. A gyermekem édesapja, mi úgy ismerkedtünk meg, hogy ő szegedi egyébként, én fehérvári, és egy kutyakiállításon találkoztunk Szilvásváradon, és hát én akkor a családban mind a ketten angol pásztoroztunk, én a Bearded Collie-t, ez nagyon szép, középmagas, ilyen hosszú szőrű, földigérő, hosszú szőrű kutyafajta, és egy igazi herceg kisasszony volt, Lola volt a neve, de úgy is viselkedett. Ő pedig a bobtailt hozta a családba, úgyhogy ez így hosszú éveken keresztül végigkísérte az életemet, illetve kíséri is jelen pillanatban az életemet, és hát ami különleges volt, ugye a Jimmy kutyánk, ő 13-ba, 12-be, Birminghamben van egy ilyen nagy, több 120 éve tartó egy ilyen kiállítás sorozat, és ez Angliának az egyik legnagyobb kiállítása, és ott először történt az meg, hogy egy magyar tenyésztésű, magyar kutya, ráadásul ugye angol fajta, mert bobtail megnyerje a fajta csoportját, az a pásztor kutyákat, és a következő évben, ez ott 12-ben, és következő évben pedig 13-ban itt volt Budapesten a világkiállítás, ami 18 ezer kutyát foglalt magába, és hát abban a 18 ezer kutyából nyerte meg Jimmy a Best in Show, tehát ő lett a legszebb, őt választották a legszebb kutyának. Meg a két bajnok is van a családban. Igen, és hát a kölykei is lényegében elérték már ugyanezt, nem teljesen ugyanezt, de nagyon hasonlót, hiszen Európa kiállításon lettek be a legszebb kutyák, illetve megnyerte egy mostani kutyánk is a ugyanezt a Birminghami kiállítást, csak ugye most volt egy-két éve, és egy éve, úgyhogy ez egy nagy dolog volt, de jelen pillanatban sajnos már elmentek. Jimmy már elment, Lola elment, Gina elment, tehát ezek a kölyökből is elment egy pár idő, illetve hát voltak olyan betegségek sajnos, ami már menthetetlen volt.
Úgyhogy most egy darab aladárom van otthon, aki a Birdi Szukámnak a kölyke, és teljes mértékben haj az a nevére, úgyhogy ha azt mondjuk, hogy a Lüke aladár, akkor az teljes mértékben ráillik. Úgyhogy most már csak ő van lényegében, de hát ő már 11 éves, de szeretném tovább vinni, szeretném, hogyha a kisfiam életében is az állatszeretet bennem maradna, erre is neveljük. Úgyhogy minden hétvégén járunk ki oda hozzánk a lovardába, és etetjük a lovakat. Úgyhogy ez így szeretném, hogy benne maradjon az életünkbe. Egyébként jól kijönnek a kutyussal? Vannak ilyen hullámvölgyek, tehát amikor teljes mértékben, főleg a bobtailoknál, hogy teljesen odáig volt, és akkor húzta, nyúzta, azt ugye kicsit úgy tartottam is tőle, hogy nehogy valami olyan történjen, ami nem tetszik a kutyának, és esetlegesen oda kap, vagy valamit, azt tudni kell, hogy kiállítási kutyáról beszélünk, teljesen jámborak, tehát semmilyen nem volt. Soha, de az ördög soha nem alszik, látunk már számtalan ilyen esetet, úgyhogy én mindig úgy tartom, hogy meg kell tanulni az etikettet, hogy ezt hogyan kell kezelni. El van vele, úgyhogy így elélnek egymás mellett mondjuk így jelen pillanatban. Szerintem, hogyha nagyobb lesz, akkor jobban fogja élvezni. Csabi, nálatok két leányzó van, már nem is olyan picik, és van egy kutyus is. Igen. Hát... ilyen nemes vérvonallal nem rendelkezünk, mert Rozikám egy körúti koktél, egy mentett kutyus, egy kis keverék, és hát ő is úgy jött a családba egyébként, hogy mi társasházban lakunk Budapesten, van egy szép udvarunk egyébként, de mégiscsak társasház, és feleségem még családjában is volt kutya nálunk is, amikor felnőttünk, a édesapáméknak két házkéjuk volt, és mind ott volt, és nagyon szerettük. Aztán először kezdtünk két tengeri malaccal, mert hogy valami legyen, hogy a lányok tanuljanak meg egy kicsit gondoskodni, meg imádják az állatokat egyébként. És az a helyzet, hogy a kisebbik lányunk, a Hanikám volt az, aki elkezdte két évvel ezelőtt mondogatni, hogy neki mennyire szüksége van egy kutyára, és elmondtuk neki minden olyan érvet. Mi is nagyon szerettük volna, de hát anya, apa dolgozik, elmentek suliba, a kutyus azért nem jó, hogyha szabadon van, neki nem biztos, hogy jó, szétszedi a lakást, megázik, ázott kutyaszaga lesz, ugat, szomszédok vannak, tehát minden olyasmit felsoroltunk, ami hulla, ha szőrös lesz a párna, fölugrik az ágyra. És mondtuk, de trükkös volt a Hanna, mert egy időben azt vettük észre, hogy elkezdett ilyen kis leveleket, meg cetliket hagyni az éjjeli szekrényen, a komódon, a konyhaasztalon. Egy rajz, egy kislány a kutyájával nézi a holdat, egy levél, hogy nekem csak egy kutyus hiányzik, nem kérek semmit karácsonyra, de ő mindig mellettem lenne, és a barátom, és én gondoskodnék róla. És ez így ment, ugye ez a kutyus lobby. És egyszer úgy a feleségemmel egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy értjük, hogy lakás, meg fapadló, meg de hát ők meg egyszer gyerekek, és az nagyon fontos. Tehát amióta az életünk része lett a Rozi, annyi szeretetet hozott a családba, annyi, és ugye más az a kutyus is szerintem, aki kint van, kertben, meg más az, aki bent él a családdal, mert szorosabb, mert ott van közöttünk, ott szuszog éjszaka velünk, mikor melyik szobába persze, de hogy azt gondoltuk, hogy ez sokkal többet ad nekünk, mint amennyi nehézséget, időnként kellemetlenséget, energiát, időt, stb. És hát így is lett, tehát hogy beállt az élet, és így a természetes, hogy igen, ha még hazajövök munkából, és esik az eső, és sötét van, akkor még lemegyek vele, de milyen jó, hogy sétálunk. Amikor kimegyünk a Margit-szigetre hétvégenként, és egy nagyobb kört csinálunk, akkor tudunk úgy beszélgetni a lányokkal, senki nem hoz telefont. Négyen vagyunk. Meg tudunk dumálni egy csomó olyan dolgot, amit egyébként a hétköznapok nyüzsgésében nem. A Rozival való foglalatoskodás az a lányoknak egy olyan készségét fejlesztette ki, az empátiától elkezdve a gondoskodásig, ami szerintem nagyon, nagyon fontos. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy valamilyen állatot vannak, biztos cicások, meg kutyások, meg nem tudom, most már ezerféle leguán, kígyó, béka, nem tudom. De hogy szerintem egy állat nagyon-nagyon sokat dob egy családon, meg nagyon sok szeretetet tud behozni, és nálunk ez történt.
A lányok most mekkorák egyébként, és van-e már valami jövőkép? Ugye a műsor elején említetted azt, hogy ugye nem kellene ezt ilyen 18 éves korig mondjuk meghatározni, de náluk milyen adottságok vannak, hát, amik már most esetleg... A kutyatrénertől az agysebészig elég sok minden, mind a kettőnél. Az irányt már látjuk. Zsófi most kezdte a gimnáziumot, olasz-magyar szakon, illetve bocsánat, olasz szakon, a Szent László gimiben, ahol nagyon-nagyon jó osztályközössége van, fantasztikus tanára, és már csacsog, már trillázik olasz nyelven, nagyon szeretem, néhány mondatot már tud mondani. Imádja ezt az egészet, benne bármi tényleg benne van. Most egyelőre az orvosi szakma iránti érdeklődés, de hogy lehet, hogy egyszer művészettörténész lesz Firenzében, vagy valami tanár, az is benne van. Amit meg kell tanulni, az neki nem lesz akadály, én azt látom, mert ő ez. A Hannácskám, ő művészlélek, rajzol, alkot, mindig ebből a kávéscsészéből és a kamerából összeállítana egy, nem tudom, kutyaházat, hogyha adnátok neki egy órát, akkor biztos ezt megoldaná. Tehát ő pedig a kreatív vonal felé, neki sokkal inkább egy akár egy ilyen képzőművészeti, moholi féle képzés állhatna jól, de ezt meglátjuk. Én nem akarom semmilyen irányba erőltetni őket. Tehát az nagyon fontos, hogy olyan nincs a mi fejünkben a feleségemmel, hogy már pedig az egyik lány orvos ügyvéd, a másik lány akkor meg nem tudom, én azt mondtam, hogy bármi lehet. Tehát hogy tényleg, hogyha kozmetikai szalont szeretne nyitni, mert ő abban lesz boldog, és úgy teljesedik ki az élet, akkor nyisson. Egyetlen egy dolgot kértem, hogy viszont egy diploma legyen, de az bármilyen. Tehát, hogy csak találja meg az irányt, és szerintem jó úton haladnak. Nincs is semmi olyan kötelező kritérium, vagy várakozás velük szemben, hogy mit kell. Mi azt szeretnénk a Grétussal, a feleségemmel, hogy boldog emberek legyenek, ne legyen az életük belekényszerítve a muszájok közé, hanem hogy ha tanárként teljesedik ki, akkor tanárként teljesedik ki, ha televíziós műsorvezetőként úgy, ha színésznőként úgy, ha sportolóként úgy, bármi, csak boldog legyen benne, mert az ember azt tudja szívvel, örömmel, lélekkel csinálni, amiben úgy jól érzi magát. Én is most elmehetnék biztos egy gyárba dolgozni, vagy mérnökként, de nem érezném jól magam, mert nem az én világom. Szóval, hogy valahogy ezt akarjuk megúszni, hogy... És ez nagy kiváltság, tehát amit az Alexandra említett, hogy még nem is tudta, hogy milyen különleges, kipárnázott körülmények közé dobta le a jó Isten, és született, és kapott lehetőségeket. Azért ez nagy kiváltság, mi szerintem tudjuk, mert hát egy más korban születtünk, és ott azért sokkal a lehetőségek is korlátozottabbak voltak. Mondok egy apró példát, az én életemből kimaradt a külföldön való tanulás, pedig az, hogy nagyon szerettem volna valahol egy fél évet tanulni, a nyelvtudásnak is nagyon jót tenne, meg úgy általában, persze utána azért sokat utaztam és bepótoltam elég sok mindent, csak mindig ilyen egy-egy hetekre, 10 napokra, pár napokra jutottam el ide-oda, és jó lett volna megismerni úgy egy országot, egy kultúrát. Nekik ez valószínűleg már az egyetem alatt ilyen ösztöndi formájában talán adott lesz. Ez egy óriási lehetőség, csak ugye lehet, hogy egy generációnak ez már egy ilyen természetes, mint ahogy mi eljártunk, nem tudom, edzeni, vagy valami, meg ők. Tehát valahogy azt kellene megtalálni, hogy a boldogságfaktor meg legyen az életükben. Ennél többet azért szerintem nem kívánhatunk. Nálatok, Alexandra, te ugye a műsor elején beszéltük, néhány éve laksz itt Fehérváron, ugye kutyus is van, gyermek is van, de egy új párnak köszönhetően vagy most itt velünk Fehérváron. Igen, most már ugye 6. éve, hát úgy ennyire új, és hát az én mancikám, mert nekem manci koktélom van. Ja, jó, oké, mert... Nem a párom Tamás, a kutyus manci, akit találtam egy előadás után, Debrecenben voltunk, és a díszletezők etették. És láttam, hogy kis kutya, ilyen hófehér fogacskái voltak, és tacskó az egyértelmű, meg még valami, de hát egy tünemény. Aztán hazahoztam a Hippolit előadásnak
a terítőjébe csomagolva hoztam haza. Aztán hát azóta nagyon boldog, és nálunk is bent van, tehát én is társasházban lakom, és én is mérlegeltem ezeket a dolgokat, hát hogy persze. Hogy lesz ez, mert mindig volt kutyánk, de hát kint. De hát semmi gond. Mert... Lányoknál szerintem nehezebb, mert azért a hölgyek mindig érzékenyebbek az otthoni dolog. Ne, tehát hát arra természetesen én is, a feleségem is rendmániás, ráadásul lakberendezéssel is foglalkozik, és olyan. Tényleg nagyon-nagyon szereti, hogyha minden úgy klappol, és csinosítgathatja a lakást. És ebbe egy kutya nem illett bele. Tehát, hogy ebbe tényleg úgy volt, hogy én is azt mondtam, hogy igen, nem kell. Aztán kifogtunk egy olyan kutyust, amelyik nem ugat, csak tényleg nagyon, ha jelez, hogyha valaki jön, tehát igen, minket védve. Ugyanígy. És a szőrét sem hullatja igazán, persze, hogyha megázik, akkor nyilván van szaga. Ázott kutyaszaga van, akkor meg kell törölni, de ez annyira eltörpül amellett, hogy mit kap a család ettől a kutyától. Hát az anyósom az egyik nagyon jó példa, aki azt mondta, gyerekek, hát normálisak vagy. Ne. És úgy is úgy elmondta, hogy van egy szőrszálló, föl szokta már szedni, és mondta, hogy hát jó, de ide ne hozzátok, mert nem. És hát ma szinte az van, hogyha mi elutazunk valahova, akkor már ő kérdezi, hogy is Rozi jön hozzám. Nyugodtan nyertek, és a Rozi is imád ott lenni, mert ott mindig jó illat van a nagyinál, mindig puha szőnyeg, mindig nyugi, tud például elmennek együtt sétálni. Szóval ő is annyira megszerette, annyira közel hozta a szívéhez úgy általában az állatokat, hogy elképesztő. Nagyon kevés ember van, aki ennek ellen tud állni szerintem. Zsuzsiéknak sem véletlenül volt ennyi rengeteg kutyájuk. Van sününk is. Egy afrikai fehér hasú törpesün. Hát nagyon aranyos. Ketrecben? Néha egy hatalmas ketrecben, tehát a ketrec az akkora, mint a fél asztal. Tehát, hogy kényelmes legyen neki, de hát ez rendkívül kedves állat. Mondjuk egyetlen egy hátrány van álltok, hogy sok a séta vele egy kicsit hosszabb, amikor kivész az erdőben, igen. Nem? Egyébként szoktuk vinni, van egy utazó szettje, és hogyha elmegyünk vidékre, akkor jön velünk abban. És hát ő inkább éjszaka él, de azért ilyen 9 körül elő lehet venni, és akkor, de nem baj, mert a kisfiamnak meg kell tanulnia ugyanígy a felelősséget, meg azt, hogy kivisszük sétálni, a sünt meg ki kell venni, mert ő ezt akart a születésnapjára, mondtam, hogy jó, de akkor bele kell építeni a törődést, meg persze, azt, hogy takarítani, etetni, stb. Úgyhogy ez egy nagyon jó, hát hogy felkészíti az életre, hogy vannak dolgok, amit ha esik, ha fúj, meg kell csinálni, akkor is, hogyha nincs kedve, szóval ez nem ilyen kérdés. És abban is osztom a véleményemet, hogy mindegy, hogy mit csinál a gyermek. Ugye az Axelo 10 éves, és hogy gyarapítsuk a család színességét, hogy van nálunk ugye édesanyám olasz, ugye édesapám magyar, és a volt férjem, az Axelo édesapja, ő ír, de a nagypapa, ő dán. Tehát most akkor ez így a családban, tehát nála így csapódott le, és nekem is mindegy igazából, hogy mit csinál, csak az a lényeg, hogy szeresse, amit csinál, és boldog legyen. Tehát teljesen mindegy, ugyanez volt a kritérium, tehát még nem, mert 10 éves, de ez lesz, hogy legyen egy diploma, és egyébként meg azt csinál, amit akar, tehát hogy csak szeresse, tehát teljesen mindegy, hogy asztalos vagy tetőfedő, vagy kertész, teljesen mindegy, egyébként ő legjobban a földet szereti. Bármilyen hihetetlen, a föld, minden, ami földdel kapcsolatos, de ezt olyan szinten, hogy nyáron hazajött, és a szántóföldekről, mert hogyha kin van egy gép, akkor ő 8 órát van kinétlen szomjan, és azt mondta nekem, hogy ő kifilózta, hogy a repcét, azt nem tudom, a mázsája az ennyibe kerül, és hogyha ennyi hektáron repcét termesztünk, akkor abból ennyi a haszon, és ahhoz nem tudom, milyen gép kell, és hogyha levonjuk a haszonból, hogy a gépet, na szóval ezt így levezette nekem, mondtam, hogy nagyszerű, de ehhez nem tudok hozzászólni, azonban, hogyha ő neki ez a, tehát neki a mezőgazdaság, aha, tehát hát mindene. Azt hittem, hogy kinövi, mert ugye kiskorban persze traktor, meg minden, de nem. Tehát csak a mezőgazdaság is most már ilyen agrár szaklapokat lát, amiket meg kell neki venni, és azt mondja, nézd, mama, ezt nézd meg, micsoda lap. És hát ugye nekem a világon hát ugye nem ilyen euforikus egy örömet, nem bárki. Egy aratógép ott van, nem egy kombájn. És akkor mondja, a fend, és a klassz, és mit gondolsz, mi a különbség? Hát mondom, fogalmam nincs, és nem is tudok hozzászólni, de mondom, majd te megtanítasz neki ez. Akkor lehet, hogy megvan az irányvonal, kiderül.
Néhány percünk maradt a műsorból, mindenképpen beszélni szeretnék még arról, hogy most a jelenben mi újság van nálatok. Neked egy picit most változott a munkaköröd, és egyébként még azt is beszéljük meg, hogy a jelen helyzet az mennyire befolyásolja, gondolom, hogy nagyon a hétköznapokat. Én most ugye a tévézés után hála Istennek mindig voltak a televízió mellett olyan egyéb munkáim, kommunikációs szakértői munkák, tréningek, konferenciák, kerekasztal beszélgetés. Rengeteg olyan projektbe hívtak, ami mindig nagyon érdekelt, és jó benne részt venni. Most már sajnos abban a korban vagyok, hogy van, ha nem is azt mondom, hogy szakértelem, de tapasztalat mögöttem, ezért időnként tudok viszonylag hasznosakat mondani. És aztán úgy alakult az életem, hogy a Budapest Honvéd FC tulajdonosváltáson ment keresztül, és megkérdezték a véleményet az ott kialakult új felállásról, és hogy ott milyen kommunikációs dolgot lenne. Egyből mondtam, hogy hát nyilván kellene egy tévéműsor, kellene applikáció, kellene egy kis szerkesztőség, fotós, videós, úgy kell fölépíteni egy modern klubnak a kommunikációját, hogy az közel kerüljön a szurkolókhoz, stb. És akkor pár hónap, azt hittem, hogy ez egy ilyen néhány hónapos tanácsadói, szakértői munka lesz, de aztán megkérdezték, hogy szeretném-e csinálni. Jó hangulat, érdekes, nagyon, nagyon izgalmas világ, úgyhogy ilyen pillanatban igazgató bácsiskodom ott kommunikációs és marketing vezetőként, és rengeteg mindent csinálok mellette, tanítok, tréningeket tartok. A rengeteg minden az persze idézőjelben értendő, mert emellett a munka mellett azért nem lehet ezt főállásban csinálni, de hála Istennek az én főnökeim azért ezt engedik, és havonta két-három olyan alkalom van, ami a kommunikációhoz köthető. Tehát az életemben ugyanúgy megvan, van egy tévéműsor az M4-en, amit azért főszerkeztek, van egy 10 fős nagyon izgalmas és tehetséges csapatom, akikkel dolgozunk, tehát megvan a kreatív része is egy kicsit, megvan az a része, hogy fiatalokkal tudok találkozni, megvan az üzleti része is, a kommunikációs tréningek kapcsán nagyon, nagyon furcsa, hogy fölnőtt egy olyan generáció, amelyiknek, hogy mondjam, más típusú skilljei, képzettségei vannak. A közösségi média pedig hogy borította ezt az egészet, az egy külön fejezet, az egy másik 50 perces műsor. Úgyhogy én most nagyon, nagyon sok mindennel foglalkozom, meg izgalmas dolgokat csinálok, és várom, hogy majd merre visz az utam, mert hála Istennek soha nem kényszerültem rá, hogy tervezgessek, hogy életrajzzal jelentkezzek valahol, mert mindig tényleg nagy szerencse jöttek ezek a kihívások, és úgy vagyok vele, hogy amiben örömömet lelem, oda nagyon szívesen megyek, függetlenül attól, hogy az most mekkora tévé cég, kihez megyek, milyen. Én ugyanúgy szeretek egy 10 fős csoportnak előadást tartani, mint 300 főnek. Mind a kettőre van szerencsére példa, úgyhogy én jelen pillanatban ezt az utat járom. Zsuzsa, te szakosztályvezető vagy közben, igen, mi újság az öttusában most? Hát most jelen pillanatban ugye éljük a változó mindennapjainkat, és hát próbálunk rá úgy reagálni napi szinten, hogy ebből a szakosztály a lehető legkevesebbet sérülje. Próbáljuk megtartani ugye az edzéseket, hogy megfeleljünk az adott körülményeknek, a szülőket biztosítva arról, hogy jó kezekben vannak a gyerekek. Tényleg a lehető legnagyobb védettséget biztosítva, azt gondolom, hogy nem akarom elkiabálni, de kettő olyan versenyzőről tudok, aki pozitív eredményt produkált a mai napig. Próbáljuk ezt mindent olyat leszűkíteni, hogy ne legyen probléma. Tehát ugye kijárunk vásárolni, benni, élni, úgyhogy nem. Hát ezekkel küzdünk jelen pillanatban, és ez elviszi a mindennapjainkat, úgyhogy elég sokat voltam ugye tavasz a médiában, akár itt Fehérváron belül is, akár országos szinten, hogy azért ez eléggé megviselte a szakosztályt, hiszen egy kb. 40%-os bevételkiesést generált, úgyhogy ennek a következményei még bőven benne vagyunk, úgyhogy a létatét ténylegesen. De próbálok pozitívan hozzáállni, hiszen azt gondolom, hogy ha eddig életben maradtunk, és egy olyan szakosztályt vehettem át, ami most már lassan 40 éve, 50 éve működik, akkor ez kutya kötelességem ezt a továbbiakban is megőrizni, és ilyen, illetve hasonló eredményeket produkálni majd. Úgyhogy
Úgyhogy hát nekem, a mi részünkben lényegében ez határozza meg a mindennapokat, és ebben próbálom a magam részéről is ezt támogatni. Illetve hát ugye a kisfiam, aki most a mindennapokat még pluszba kitölti, úgyhogy vele próbálok úgy kicsit megtalálni a kis utakat, hiszen nem tudom, mennyire tudjátok, ugye ő halássérült, és hát próbáljuk megtalálni azokat az utakat, hogy a beszéd minél előbb beinduljon, 5,5 éves, úgyhogy, úgyhogy most már egy 2 éve kapott implantot, és hát körülbelül most tartunk ott, hogy egy éves beszédfejlődésnél tart, úgyhogy hála égnek ez is elindult most már, úgyhogy ebből a szempontból ez egy kicsit küzdős, de... Szurkolunk nektek, talán ez a legfontosabb. Igen. Alexandra, nálatok mi újság most? Sokat foglalkozol akkor a képzőművészettel, ilyen leginkább gyönyörűséges könyvekhez, ezt még azért megmutatom a kamerának, hogy ilyen szép könyvekhez készítesz illusztrációkat, már nem ez az első. Ez most a legújabb mesekönyv, nagyon szeretek meséket illusztrálni, és nagyon szerencsés vagyok, tényleg hálás vagyok a Jóistennek, hogy most, hogy ugye színház az mondhatjuk nem nagyon van, tehát nincs. Most viszont kaptam több ilyen mesekönyv illusztrációs felkérést, és akkor tudok vele szépen nyugodtan molyolni. És hát persze természetesen ez nem jó, hogy ennyi időm felszabadul így, hogy, de ugyanakkor nekem mégiscsak jó, mert így alkothatok kedvemre. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek. Mindegyőtöknek további nagyon-nagyon sok sikert kívánok az élet minden területén, és gyertek még máskor is hozzánk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, lesz még nálatok Mizu legközelebb is, viszontlátásra.